Az elmúlt hétvégén tartotta meg az új esztendő első bemutatóját a Ciróka Bábszínház. Szombaton végre a közönség is láthatta a Talált tárgyak osztálya című darabot, amit tavaly csak zárt körű társulati premierrel tudtak megünnepelni. Az elmúlt év kihívásairól és a mostani évad hátralévő feladatairól Kiszei Ágnessel, a Ciróka Bábszínház igazgatójával beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát akkor az első kérdésem az is lenne, hogy hogyan fogadta a közönség ezt a darabot? Hát ez az előadás egy nagyon különleges technikával készült, fekete színházi technikával, amit úgy kell elképzelni, hogy a színpadon fénysávba tartják a bábokat a mozgatók, akik egyébként talpig, tetőtől talpig feketében vannak, a fekete háttér előtt, tehát tulajdonképpen a mozgató nem látható. Egyébként is mindig megszületik a csoda a Bábszínházban, az élettelen anyag életre kell, akkor is, hogyha látom mögötte a mozgatót, de ebben az előadásban valóban megszületik a csoda, hogy saját maguk önállóan kelnek életre a szereplők. Könnyű volt betanulni ezt a technikát? Hát ez egy elég nehéz speciális játékot igénylő technika, ugyanis egy bábot például akár hárman is mozgatnak, van egy főmozgató, aki a fejet és mondjuk a jobb kezet mozgatja, van egy másik mozgató, aki a bal kézzel vagy a kellékekkel segédkezik, és van, aki a lábat mozgatja, tehát több ember összmunkáját igényli egy-egy megmozdulás, ettől is nagyon izgalmas. Menjünk egy kicsit másik témára, hogy hogyan indult az idei évad? Hát az idei évad ünnepléssel indult, 35 éves születésnapját ünnepelte a Bábszínház, illetve a hivatásossá válás 35. évét, és hát nagyon boldogok voltunk, hogy ezt a nézőinkkel, a közönséggel együtt ünnepelhettük végre, hiszen megnyitotta a színház a kapuit, és rögtön három új produkciót is láthattak nézőink, az Ilka titkát, a Mindent látó királylányt, aminek egyébként a próba folyamata még az előző évadban volt, illetve a Mikulás Kuckó várta egy új mesével a gyerekeket. Mennyi bemutató van még hátra? Hát még jócskán vannak feladataink, rögtön most ebben a hónapban 25-én kezdődik egy próba folyamat, illetve kettő is párhuzamosan egymás mellett. Az egyik a János Vitéz lesz, aminek az az érdekessége, hogy a kecskeméti filharmonikusokkal együttműködve hozzuk létre. Három zenész vesz részt az előadásban, illetve a másik pedig a Fehér Lófia lesz. Ebben a produkcióban pedig azt emelném ki, hogy ez egy egyszemélyes előadás, és a Magyar Népmesekincs ezen ikonikus történetét egészen különleges kortárs színházi eszközökkel fogjuk a kisiskolások elé tárni. És a programokat tekintve mire lehet még számítani ebben az évadban? Még egy bemutatót hozzátennék az előző felsoroláshoz. Tavasszal lesz az utolsó bemutatónk, amikor is Fábián Péter egy nagyon izgalmas Petőfi történetet fog színpadra vinni, tehát Petőfi Sándorról fog szólni az előadás. Ifjúság, ő írja? Fábián Péter írja és rendezi, igen. Ifjúsági és felnőtt korosztálynak szánjuk, és egyik érdekessége, hogy igyekszünk a társművészeteket minél mélyebben belevonni a produkció létrejöttébe, és a Bonner James nevezetű fiatal formáció, kecskeméti formáció fog közreműködni szintén élő zene formájában. Tehát ez mind-mind nagyon izgalmas feladat elé állít minket, és akkor visszatérve arra a kérdésre, hogy milyen feladatok várnak még ránk, kiemelném a tavaszi fesztivált, azon belül is a Bábszínházi Világnapot, amely március 21-én lesz. Már előző nap vasárnap vendégekkel ünnepeljük a Bábszínházi Világnapot, és 21-én hétfőn pedig egy különleges meglepetéssel készülünk, erről nem árulhatok el részleteket, illetve este pedig a Fekete Kakas látható nálunk, amely már több alkalommal vendégeskedett, és még mindig nagyon-nagyon várják a nézők, hogy újra láthassák.
Tehát ez a tavaszi fesztivál, nagyon készülünk a gyereknapra. A tőlünk megszokott módon a Békásszökőkúton találkozhatnak majd velünk, a Békásszökőkút környékén találkozhatnak velünk az érdeklődők, de itt is készülünk egy különleges meglepetéssel ezen a napon. Illetve még akkor kiemelném a Cirókás napot, amely a vasárnapi mesébelépő játéknak a záró napja, amely szintén majd meglepetésekkel és vendégelőadással lesz telisteli. Pestiek a Budai utcában. Ebben lesz-e még felnőtt előadás? Mire lehet számítani? Igen, néhány előadás még átcsúszott erre a második fél évre. A kávétársulatnak a Lenni vagy nem lenni, Lenni vagy nem című előadása lesz majd látható. Ez a gyerekvállalás dilemmáját járja körben. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon aktuális téma. Továbbá, aki Polc Alen rajongó, láthatja majd az Ideje a meghalásnak című produkciót Markó Valentyik Anna szereplésével, és a házasság hete idején pedig Fabok Mancsi előadását ajánljuk minden érdeklődőnek. Népi pajzán históriákat láthatnak majd Azért a kis bolondságért címmel. Fog-e a színház vendégszerepelni esetleg az évadban? Igen, a vendégszereplések és a fesztivál szereplések szervezése az most éppen folyamatában van. Egyetlen egy konkrétumot tudok már most megemlíteni, a Kaposvári Biennálére a meghívást kapott a Hamlet című előadásunk, úgyhogy már nagyon készülünk rá, és izgatottan várjuk, hiszen azért ez a közel két éves leállás hosszabb, rövidebb időre nagyon sok tekintetben kiéheztette a társulatot, tehát hogy minél többet szeretnénk játszani és jelen lenni. És lesz-e idén bábszínházak találkozója? Igen, nagyon készülünk rá. Június 12-en lesz majd az első nap, 16-áig tart a találkozó. Annyit mondanék el ezzel kapcsolatosan, hogy ez egy nagyon fontos országos szakmai fórum, amelyen jelen vannak a magyarországi műfaj képviselői. Mindenki produkcióval van jelen, tehát ez nem egy előválogatás útján összeállított fesztiválprogram lesz majd, hanem egy nagyon gazdag, közel 30 előadást lehet látni majd az 5 nap folyamán. Szakmai beszélgetések is minden nap zajlanak majd valamennyi. Minden előadás után? Igen. Tehát nyilvánvalóan naponta, tehát mindig az adott megtekintett előadásokat beszéli meg a szakma. Illetve ami még nagyon fontos, hogy ahogy már az előző években is, a városlakóknak is készülünk egy egész napos programmal, amikor a főtéren reggeltől estig folyamatosan előadásokkal találkozhatnak. Még visszatérve a bábszínházak találkozójára, hogy hány bábszínház lesz úgy? Minden bábszínház megjelenik ilyenkor? Igen, tehát valamennyi hivatásos, intézményes formában működő bábszínház itt lesz, ebből összesen 13 van az országban, itt lesznek a kisebb családi társulatok, vagy akár egyszemélyes formációk, akik szintén hivatásos módon űzik ezt a mesterséget, és aztán nagyon fontos része a találkozó programjának azok a produkciók, amelyek fiatalok által jönnek létre, akár csak egy-egy produkció erejéig összeállt formációkról beszélünk, vagy már régebb óta együtt dolgozó fiatalokról. Ezek mindig nagyon izgalmas produkciók, és mindig nagyon-nagyon inspirálóak, érdemes odafigyelni a szakmának a fiatalokra. Hát igen. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és minden jót kívánok, és nagyon sok sikert. Nagyon szépen köszönöm.